Na, megint csak maradunk a művészeteknél itt a következő percekben, ugyanis a street art showról fogunk beszélgetni vendégeinkkel. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, Bad Horváth Zoltán, aki a Street Food Egyesület és elnöke, igen, és Potocki Ferenc alapító, a Gibbon Games, jól mondom, ugye? Igen. Részéről. No, és pont arról kezdtünk el beszélni, hogy tavaly már teszteltétek azért a budapestieket, hogy mit tudnak, mire képesek, ugye, de ez lenne most idén az első országos megmérettetés. Mitől válik ez országossá? Hát a tavalyi budapesti teszt abból állt, hogy ilyen rendezvény szórakoztatásra kerestünk megoldást, és a leglátványosabb dolog, amikor egy bűvész, egy zsonglőr, bármilyen utcai művész leül egy közönség közé, és nem direktben műsorként, hanem egy ilyen kvázi háttérszolgáltatásként szórakoztat. És ezekből nagyon keveset találtunk, nagyon kevés profi van Magyarországon, és ők is főleg külföldre járnak dolgozni. És arra gondoltunk, hogy versenyt hirdetünk nekik, hogy a fiatalokat, kezdőket, amatőröket bevonjuk ebbe, és ebből egy nagyon szép tábor alakult ki. Azt hiszem 25 résztvevője volt ennek a budapesti versenynek, és annyira sikeres volt, hogy arra gondoltunk, hogy ezt a megyékben, különböző megyeszékhelyeken, különböző rendezvényeken megpróbáljuk összeboronálni, és hát attól lesz országos, hogy eljutunk az ország összes nagyobb városában. Idén reményeink szerint 10 városban. Ki jelentkezhet, vagy nálatok mi a street art? Ez abból bárki jelentkezhet, aki úgy érzi, hogy van valami extra, valami, amit szeretne megmutatni az embereknek. Ugye a street art igazából nem beletartozik, tehát azok, akik a pantomimesek, a zsonglőrök, a zenészek, a bűvészek, a táncosok. Színészek, táncosok, tehát hogy igen, mindenki. Amit ki lehet igazából vinni színpadra, azt ki lehet vinni utcára is. Uh-huh. Csak egy kicsit más köntösbe kell csomagolni, és onnantól kezdve ez így megy, úgyhogy hozzánk is igazából mindenki jelentkezhet, aki szeretne. Aki valami extra produkciót igazából föl tud mutatni, de hogyha zseniálisan, akkor is ügyes a kutyája, és azzal tud valamit összerakni, mert például az egyik helyszínünkre egy dog dancinges már például jelentkezett, tehát hogy lesz kutyás műsor is, tehát úgy csak azért említem el, hogy sok minden, sok ilyen van, de most például Egerbe hétvégén lesz egy fütyművészünk. Aki... hát, őt láttam a múlt héten, zseniális, hát azzal szórakoztatja a népeket, hogy ilyen nagyon hülye hangokon fütyörészik, és 30-40 ember... Tehát nem egy Haki Tamás mondjuk, aki volt, nem tudjátok, de mindegy, hanem igen. Nem, igen, és hát basszus, az emberek nagyon kivoltak tőle, egy 30-40 ember állt körülötte, úgyhogy... De nekünk is kellett volna valamit találnunk, érted? Még nem késő. Még tudok gitározni, te mit tudsz? Kérdezni, jól kérdezni? Az nem jó? Nem, ez azt, amire kevés lesz. Fiatalokat várunk elsősorban, de bármelyik korosztályban. Kutya bemutató, igen, ez jó lesz. És akkor ennek az az érdekesség, hogy ott helyben szavaz a közönség, hogy ki a legjobb? Igen, hát ezek rendezvény közegben vannak, és minden egyes helyen, ahol vásárolhatsz, aha, ott szavazólapokat kapsz. És akkor a nevét, a számát fölírod a versenyzőnek, leadod a szavazatot, és még aznap ez kiderül, hogy ki lett ott a közönség kedvence. És a legjobbak találkoznak majd? A városok legjobbjai? Jövőre Budapesten lesz az idei évnek a döntője, és akkor reméljük ebből hagyományt sikerül. Uh-huh. De jó egyébként, hogy említettétek azt, ami persze most nem tudom, hogy ez egy elszomorító, elkeserítő, vagy egy normális folyamat, hogy a magyarok külföldre járnak dolgozni, és tényleg amikor mi meg külföldön vagyunk, akkor helyenként tátott szájjal nézzük a levegőben ülő, nem tudom én, pantomim művészt, aki olyan, mint hogy tényleg... Láttam ilyet Lisszabonban konkrétan. Igen, meg Rómában. Nagyon jó a trükk. Ahogy ők megcsinálják, hát egyszerű, mint nem a faj. Nem trükk, hát ő tényleg lebeg. Ez egy levitálás. Kár, hogy a YouTube-on megmutatták, hogy... Na, de hogy nem tudom, van-e ilyen receptúránk, hogy mi magyarok miben vagyunk mégiscsak a legerősebbek? Én nem tudom, van kiemelkedő műfajon? A breakdance például az, uh-huh, nagyon-nagyon sokfele járnak a magyar breakesek alapozni, Ausztriától Londonon át, egészen Ausztráliáig, tehát hogy ők azért nagyon sokfele dolgoznak, és elég nagy sikerrel. Meg azt hiszem, a labda zsonglőr is talán, uh-huh, világbajnok, és hát ez is egy utcaművészeti ág. Ebből meg lehet élni? Mondjuk idehaza? Idehaza egy kicsit nehezebben, főleg az időjárási viszonyok miatt, mert hogy télen annyira nem tud ide dolgozni az ember, és azért egy nyári szezon alatt megcsinálni az egész éves pénzt itthon annyira nem egyszerű. Ellenben tőlünk nyugatabbra azért ebből sokan vígan élnek és lakásokat vásárolnak. Tehát, hogy ez nem másodállás, ez nem hobbi, hanem ebből élnek. Ó, és ez nagyon nehéz munkarállás. Nagyon sok esetben fellépti díjat kapnak, de mondjuk Európában a kalapozásból is vígan élnek ezek az emberek. Uh-huh. Csak hát nincsenek sokan pedig, és sok bátor fiatal lenne, akkor
akkor ebből lehetne egy iparág. Meg a másik érdekessége, hogy Budapesten nagyon kevés olyan hely van, ahol kiengedik őket az utcára, mert ennek valami jogi macerája van, de például Lisszabonban van olyan tér, vagy Londonban is van olyan tér, ahova bárki kiállhat zenélni, erre tartják fönt, vagy utcaművészeti produkcióra, de hát én örülnék, ha láthatnánk őket Budapesten egyre több helyen. Milyen jelentkezésre számítotok? Mert valószínűleg, hogy a rejtőzködő utcaművészek, azok lehet, hogy többen vannak azoknál, akik tényleg kint vannak valós értelemben az utcán. Igazából számokban mondjam majd, tehát bízunk benne egyébként, hogy sokan jelentkeznek, tehát azért ilyen városonként 20-30-50 fővel simán számolunk. Szerintem egy olyan lehetőséget biztosítunk nekik, ahol kihozhatják az emberek elé azt, amit tudnak, nem mellesleg tervezzük őket a legjobbakat összeszedni, és későbbiekben is munkát biztosítani számukra. Nem csak kalapozás szempontjából, hanem rengeteg rendezvény van, amit csinál a Food Truck Show, és akkor ott tudnak azért jönni dolgozni. Úgyhogy... Na, mert hogy ezt nem mondtuk még, hogy Eger lesz az első állomás, és a street art mellett street food is lesz. Abszolút, erről egy igen, kicsit igen. Tehát itt az összefonódik az utcaművészet, végülis a gasztronómia is egy művészet. Nem minden esetben, de általában a Food Truck Show valami szintén országjáró műfaj lett. Próbáljuk összekötni ezt a dolgot, és miközben az utcán ülve, a dobótéren hamburgert majszolsz, fantasztikus utcaművészek szórakoztatnak, és reméljük ez. Amúgy, ha már itt vagytok mindketten, mihez értetek? Ti miben vagytok jók? Ha egyáltalán bármihez értetek? Én zsonglőr vagyok. Zsonglőr. Igen, de jó 18 éve. Nem. Csak ha egyáltalán bármihez értetek. Hát úgy értem, hogy az ilyen utcai művészetre gondoltam, hogy igen. 18 éve? Zsonglőrködök, igen. És hogy jött ez? Hogy honnan tudtad, hogy neked ez? Fú, ez egy családi vicc alapján jött. Anyukám egyszer azt mondta nekem, hogy ő tudott egy kézben három labdát dobni, és nekem úgy megtetszett, hogy mondom, ezt lenyomom. Aztán én megtanultam egy kézben ötöt is, aztán ő megmondta, hogy igazából csak viccelt, és nekem ebből meg a főállásom lett. És cirkuszoztam, színháztam, olyan mindenhol csináltam. Cirkusz, színház, varieté, csináltam utcán is. Ez utca az egyik legjobb iskola egyébként, de megtudtam. Csak nem Magyarországon. Ne, én sem Magyarországon éltem belőle, igen, és akkor egyszer úgy döntöttem, hogy akkor már jött az ideje a váltásnak. És hol dolgoztál, bocsánat, vagy hol dolgoztál külföldön, igen? Dolgoztam Németországban, kint dolgoztam, legutóbb Abu Dhabiban voltam másfél évet, ott a Ferrari Parkban dolgoztam, előtte Németországban voltam az egyik varietében. Csak néhány labdát a kezedbe veszel, és a világ minden pontjára eljön. Olaszországban az egyik legnagyobb cirkusznál húztam le előtte. Ez mennyi gyakorlás volt naponta? Hát a csúcsidőben, mielőtt elkészült az a szám, ami elindultunk, nekem van egy partnerem, akivel együtt dolgoztunk, és akkor azért napi 6-8 óra az így lement. Csak néhány labda. Igen. Igen. Néhány labda, igen, meg előtt azért nekem benne volt már így 6 éve, mikor eldöntöttem, igen, hogy akkor ebből átcsapok profiba, és nem csak itthon a hobbiból csinálom, mert előtt is egész jó pénzt kerestem örül itthon, de azt úgy döntöttem, hogy akkor ennek van egy magasabb szintje, amit el kéne érni. És ha megkérdezheted, mennyi pénzt lehet keresni, mondjuk egy labda zsonglőrködésben? A Abu Dhabiban? Abu Dhabiban sokat. Az utcán egyébként rengeteget. Tehát nem vannak barátaim, akik ebből lakásokat vesznek. Tehát nem egyre gyűjtögetnek sokáig, hanem van nekik már több. Hát akkor hajrá, street artok! Abszolút. Igen, ez egyébként nagyon nehéz. Gyerekek, milyen hibát tudod követtem el, hogy a 80-as években utcazenéltem. Hát most kéne. Hát újra kezdheted. Valamit ki kéne találnom mellé. Na mindegy. Hát még fejjen állva gitározni, és akkor hát a jaj, ide, és visszafele énekelni a Beatlist. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Várunk.